Vágjunk is bele, elnök úr. Az Európai Bizottság elfogadta a Jobbik Bérunós kezdeményezését májusban. Ma indul a Jobbik Bérunós aláírásgyűjtése. Az egyik rádió szerint azért tette a mai napra a Jobbik a Bérunós kampányítót, mert Vona Gábornak ma van a születésnapja. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát itt tényleg belevágtunk a közepébe. Én is hallottam ezt a rádióinterjút, amelyben azzal vádoltak, meg vagy azzal próbáltak sorokba szorítani bennünket, hogy ott tart már a Jobbik, hogy a kampányító rendezvényét a párt elnökének a születésnapjára időzíti, de azért azt talán még a jelenlévők sem hiszik el rólam, hogy az Európai Bizottságra olyan ráhatásom volna, hogy mondjuk arra kérem Juncker urat, hogy valahogy úgy időzítsük már ennek az európai polgári kezdeményezésnek az engedélyezését, hogy valamikor augusztus 20-a körül fusson ki ennek a kampányítónak az időpontja. Szóval viccet félretéve, valóban ma van a születésnapom, de ezt én a jóistennek meg a szüleimnek köszönhetem. És a kampány nyitó az pedig egyszerűen az Európai Bizottság döntésének megfelelően augusztus környékére állt össze. Egy vagy két héttel korábban már elkezdhettük volna egyébként. Tehát ezt őszintén be kell vallanom, hogy volt egy belső tanakodás a kampány üléseken, hogy elkezdjük esetleg augusztus elején, de végül is úgy döntöttünk, hogy megvárjuk az augusztus 20-át. Augusztus eleje úgyis a politikai uborka szezon időszaknak számít. Augusztus 20-a viszont egy nemzeti ünnep. És ha belegondolunk abba, hogy milyennek a nemzeti ünnepnek az üzenete, akkor mindannyian tudjuk, hogy az államalapítónknak, Szent Istvánnak az ünnepe, aki hát nem kevés belső és külső harccal, de lényegében eldöntötte hosszú időre, máigható módon ennek a nemzetnek és ennek az országnak a sorsát, és Európa részévé tette a magyarságot. És most ez a bérunós kampányító talán arról is szól, hogy ennek az európai országnak, Európa szívében lévő nemzetnek és a mi tágabb régiónak, Kelet-Közép-Európának a jövőjét Európában stabilabbá, biztosabbá, harmonikusabbá és gazdagabbá tegyük. Tehát amit Szent István annak idején elkezdett és eldöntött, az most abban az értelemben segítségre szorul, hogy ma Magyarország nem érzi jól magát Európában. Ma Magyarország gazdasági, társadalmi értelemben Európának a mostoha gyereke. És ezen változtatni kell, és ennek az egyik módja, az egyik formája, nem mondom, hogy minden szempontból, minden tekintetben ez az egyedüli megoldás, de hogy az egyik lényeges és elkerülhetetlen megoldás a bérek, jövedelmek rendezése, azt mondom. És ezért most, augusztus 20-án, ezen a szimbolikus napon, ezen a nemzeti ünnepen indítjuk a mi kampányunkat. Egyenlő munkáért, egyenlő bért, így szól a Jobbik kezdeményezése, de mit jelent pontosan a bérunió? Azért nagyon fontos ez a kérdés, mert hallom a híradásokban, tévékben, rádióban, nagyon sokan nyilatkoznak a bérunióról, és amikor elkezdenek róla beszélni, akkor az első mondat után kiderül, hogy azt se tudják, hogy pontosan mit jelent ez a kezdeményezés. Hát úgy próbálják meg támadni, úgy próbálják meg hitelteleníteni ezt a kezdeményezést, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a maga a kezdeményezés az miről szól. Nem vették a fáradtságot sem azok a politológusok, vagy közgazdászok, vagy politikai szereplők, akik már most, még a kampány el sem indult, vagy hát ugye ma indul el, de már most próbálják hitelteleníteni, ők el sem olvasták ezt a kezdeményezést, nem vették a fáradtságot. Ugyanis ha azt a kérdést akarjuk megválaszolni, hogy miről szól ez a kezdeményezés, először azt kell megválaszolni, hogy miről nem szól. Nem szól arról, hogy egyik napról a másikra majd megemelkednek a bérek. Tehát ez teljesen irracionális lenne, ezt gondolom mindenki elhiheti, hogyha mi ezt mondanánk, hogy ez a kezdeményezés, ez ennyire egyszerű, hogy önöknek alá kell írniuk a kérdőíveket, és holnap már németországi fizetésük lesz, akkor mi hazudnánk. Arról sem szól, hogy Brüsszel adjon nekünk több pénzt. Hogy majd Brüsszelből küldenek nekünk magasabb fizetéseket. És arról sem szól, hogy a magyar kormány emelje meg úgy automatikusan egyik napról a másikra a fizetéseket, mert nincs miből. Ez az egész, és ezt nagyon fontos mindenkinek megértenie, ez egy Európa terv, ez egy Európa program, ez Európa megreformálása azért, mert 13 év tagság után, 13 év Európai Uniós tagság után most már mindannyian láthatjuk, érezhetjük, hogy valamit nincs rendben. De az Európai Unió nem működik igazságosan, nem működik szolidárisan. Hogy a kelet-közép-európai régió felzárkóztatása az valójában csak egy ígéret.
És vagyunk olyan körben, bár itt úgy tudom azért vannak, akik élőben is közvetítik ezt a mai kis beszélgetést, de mégis vagyunk abban a családi körben, hogy őszintén kimondjuk azt a sajnálatos tényt, hogy Magyarországot és ezt a kelet-közép-európai régiót nem azért vették fel az Európai Unióba a nyugati tagállamok sajnos, mert szerették volna, hogyha fölzárkózik, hanem azért vették föl, mert olcsó munkaerőhez jutottak ezáltal és piacokhoz. És ezt ki kell végre mondani. És 13 év eltelt úgy, hogy ezt a magyar politikai vezetés nem mondta ki. Ha én fölteszem azt a kérdést a mindenkori magyar kormányoknak az elmúlt 13 évből, hogy mutassák meg nekem azt az Európai Uniós csúcsról szóló jegyzőkönyv részletet, ahol a magyar miniszterelnök, akár Medgyessy Péter, akár Gyurcsány Ferenc, akár Bajnai Gordon, akár Orbán Viktor, szóvá teszi azt, hogy elnézést, uraim, telnek múlnak az évek, de a kelet-közép-európai régió átlagbérei nem közelítenek a nyugat-európaihoz. Miért van ez így? Ugye erre azt mondják közgazdászok, hogy ez a piac lényegében a piacnak a következménye, a piac láthatatlan keze így rendezi. Nos, ez nem igaz. Az Európai Unióban van egy rendszerhiba. Mégpedig az, hogy a kelet-közép-európai régió a jelenlegi keretek, a jelenlegi feltételek között nem törhet ki ebből az állapotából. És ezt nem én mondom csak így ennek az előadásnak a kedvéért, hanem maguk a tények és a számok mondják. Ha megnézzük 2004-ben az uniós csatlakozásunk idején a magyar átlagkereseteket, és megnézzük ma a magyar átlagkereseteket, és ezt hozzáviszonyítjuk az akkori és a mostani nyugat-európai átlagbérekhez, akkor azt fogjuk látni, hogy a kettő közötti szakadék az sajnos nem csökkent, hanem növekedett. Na itt van a rendszerhiba. És nem csak Magyarországon, hanem az összes környező országban ezt fogjuk tapasztalni. Persze vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez az Európai Unió hibája is, de ezt nem lehet megvalósítani. Még ha az Európai Uniót megreformálnánk is, egyszerűen ez egy történelmi sors, ez egy történelmi örökség, Kelet-Közép-Európa mindig le lesz maradva. És a bérunió ebből kifolyólag nem megvalósítható. És ez azért hamis felvetés, mert van már egy ország, egy volt ország, egy volt posztszocialista ország, ahol a bérunió lényegében megvalósult. Ez pedig NDK. A német egyesítés óta NDK nagyon komoly, a kelet-német része ugye most már az Egyesült Németországnak, nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Itt éppen azért van nálam ez a mappa, mert egy komoly tanulmányt olvastam az NDK gazdasági, foglalkoztatási bérpolitikájáról, illetve a keleti országrész felzárkózásáról az elmúlt években. És például NDK-ban mostanra a nyugat-német bérek, vagy a kelet-német részen, a nyugat-német részhez képest a bérek egyharmadról kétharmadra közelítettek. A termelékenység 35%-ról 80%-ra emelkedett. És ma a kelet-német része Németországnak az Európai Unió 14. legfejlettebb területe. Vagyis ez lehetséges. Tehát az első fontos üzenete a német egyesítésnek és az NDK példájának, hogy a bérunió és ez a fajta gazdaságfejlesztési terv, ez egy lehetséges forgatókönyv. Ez kicsiben, és nem is olyan kicsiben azért Németország, azért nagy ország, ez egyszer már sikerült. Amiről a mi kezdeményezésünk szól, a béruniós kezdeményezés, hogy ami az NDK-nak és az NSZK-nak, Kelet-Németországnak és Nyugat-Németországnak sikerült, az most sikerüljön az egész kontinensnek. A keleti résznek és a nyugati résznek egyaránt. Tehát az első üzenet, hogy ez lehetséges. A másik üzenete ennek az NDK példának az az, hogy akarat kérdése. Azért sikerült, mert a németek akarták. Ha a nyugati része az Európai Uniónak akarja, akkor itt is sikerülhet. És a harmadik része, és ez már nem is nekünk szól, hanem a nyugati részének, az Európai Unió nyugati részének, hogy ettől ők is erősebbek lesznek. Tehát a német példára hivatkozva mondom megint, Németország a német egyesítéssel és az NDK béruniójával, hogy ilyen nagyon aktuálisan fogalmazzak, nem gyengébb lett Németország, hanem erősebb. A német gazdaság jelen pillanatban az egyik legjobb időszakát éli történelmének. Az NDK-val való egyesítés után. Na ezt kéne most kontinentális módon megvalósítani, mert ha ez nem történik meg, akkor nem lesz Európai Unió. Tehát az én ténymegállapításom, vagy az én hipotézisem az az, hogy vagy bérunióval lesz Európai Unió, vagy nem lesz Európai Unió. A bérunió egy európai polgári kezdeményezés, akkor ez most egy népszavazás gyakorlatilag? Hát szokták úgy fogalmazni, hogy ez egy népszavazás, de azért ebben van egy pici túlzás, sajnos.
Én nagyon boldog lennék, hogyha az Európai Unió lenne annyira demokratikus közösség, hogy mondjuk lenne egy európai szintű ügydöntő népszavazás, mint intézmény, de sajnos nincs. Hogy az Európai Unió működését a Lisszaboni szerződés, az alapszerződések szabályozzák, és egy egészen bonyolult valami az Európai Unió politikai működése vagy jogalkotása. Ugye van az Európai Bizottság, ami bizonyos értelemben az Európai Unió kormánya, és az oda delegált személyek ugye nem a nemzetüket képviselik, hanem egy-egy területet. Van az Európai Parlament, ahová szintén országok küldenek képviselőket, de ott nem országfrakciókat hoznak létre, hanem ideológiai frakciókat, szintén elveszik a nemzeti érdekképviselet, és van az Európai Tanács, ahol a miniszterelnökök, illetve a miniszterek szoktak találkozni, az lényegében az a fórum, ahol a nemzeti érdek valamilyen módon megjeleníthető. Ez egy nagyon bonyolult szövevény. És ebben a bonyolult szövevényen belül a társadalmi kezdeményezéseknek a lehetősége minimális. Az európai polgári kezdeményezés, mint amilyen most a miénk is, amire az Európai Bizottság ugye május 22-én igent mondott, mármint hogy elkezdődhet ez az aláírásgyűjtés, ez a társadalmi kezdeményezések tekintetében a legmagasabb fórum az Európai Unióban. Tehát ennél magasabb szinten társadalmi kezdeményezés az Európai Unión belül nem indulhat. Ha lenne még ennél is magasabb szint, akkor azon kezdeményeztük volna. De nincs. És az nem a mi szégyenünk egyébként, hogy az elmúlt 13 évben ezt senki nem kezdeményezte. Tehát szeretném azt a megint kínzó kérdést föltenni a korábbi kormányok felé, hogy ezt miért nekem, miért a Jobbiknak, és miért ellenzékből kellett fölvetnünk? Hol voltak ők eddig idáig? Mert lehet arab országokban arra bátorítani az ottani vállalkozásokat, hogy jöjjenek Magyarországra, mert itt olcsó a munkaerő és rugalmas a munkatörvénykönyve, vagyis könnyen ki lehet rúgni az embert. De ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az előző kormányok, a szocialista és a fideszes kormányokat beleértve egyaránt, a magyar gazdaságpolitikát olcsó munkaerőre építették. Ez a kezdeményezés meg pont az ellenkezőjéről szól, és ennek a kezdeményezésnek az a lényege, hogy európai tagállamoknak össze kell fogniuk, aláírásokat kell gyűjteniük, és az Európai Bizottság és az Európai Parlament köteles lesz ezeket a témákat végre napirendre venni. Mert még ott sem tartunk. Még ott sem tartunk, hogy ez egyáltalán az Európai Unión belül politikai téma lenne. És a kezdeményezésnek ugye a konkrét célja pedig az, hogy végre az Európai Unió alapszerződéseiben, alapvető dokumentumaiban az egyenlő munkáért egyenlő bér elve, ami szerintem egy evidencia, ez végre jelenjen meg és iránytűként szolgáljon az Európai Unió jövője tekintetében. Ez egy civil kezdeményezés, ami azt jelenti, hogy nem pártok, hanem magánszemélyek és civil szervezetek csatlakoztak a kezdeményezéshez. Kik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, illetve hogy fogadták Magyarországon a szakszervezetek a béruniós kezdeményezést? 8 ország fogott össze, ez is valahol, megmondom őszintén, nagyon simogatta a szívünket, amikor ezt az egész szövetséget összekovácsoltuk, mert itt azért hagyj legyünk annyira szerénytelenek, hogy eláruljuk, hogy azért ezt mi kovácsoltuk össze. Tehát vannak szövetségeseink, de ezt mi találtuk ki, és mi kovácsoltuk össze, és nélkülünk ez talán nem állt volna így föl. De ennek ellenére nagy tisztelet és köszönet illeti mindazokat, akik ebben a szövetségben részt vesznek, ugye 8 európai tagállamból, ugye Magyarországon kívül Észtország, Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Horvátország és Magyarország, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és van, akik ezek közül politikai pártok képviselői, van, akik szakszervezetek, mint például Lengyelországból a Szolidaritás, ugye az egykori legendás Szolidaritás szakszervezetnek az egyik utódszervezete, vannak benne magánszemélyek, szóval ez egy vegyes társaság, abban az értelemben, hogy nem mindenki politikus, és az alapítók, akik a polgári bizottságot létrehozták, azok magánszemélyként vesznek benne részt. Tehát a mi részünkről Gyöngyösi Márton képviselőtársam képviseli Magyarországot, de nem mint a Jobbik külpolitikusa, nem mint az Országgyűlés Külügyi Bizottságának az alelnök, hanem mint magyar állampolgár. És ebben az értelemben ez valóban egy civil kezdeményezés, és mindenki irányában nyitott. Nyilvánvalóan alapítóvá már nem lehet válni, hiszen a polgári bizottság létrejött, de bárki csatlakozhat. És hála Istennek nálunk is, és a környező országokban, vagy a partner országokban is azt halljuk, azt tapasztaljuk, hogy van csatlakozási kedv. Elképesztő mennyiségű tárgyaláson vagyunk túl. Itt azért köszönetet kell, hogy mondjak a Jobbik külügyi csapatának, mert nagyon nagy munkát végeztek. Nem csak a környező országokban, vagy a szövetséges országokban, hanem itthon is nagyon nagy munkát végeztek. Nagyon sok szakszervezettel tárgyaltunk, az összes konfederációval, és nagyon sok kisebb szakszervezettel is. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért van egyfajta félsz. Van egyfajta félsz. Nem a bérunió ötlete, nem a bérunió célkitűzése kapcsán, hanem amiatt, hogy egy olyan abszurd országban élünk ma, Magyarországon, hogy át kell gondolni, hogy egy ilyen civil kezdeményezésen, ami valóban fölött áll pártoknak,
lehet-e csatlakozni, nem jár-e az esetleg politikai szankciókkal? Nem fog-e a miniszterelnök valamiféle szankciót vagy büntetést eszközölni azoknál, akik, bár lehet, hogy politikailag nem is értenek velünk egyet, de maga a cél számukra is pozitív és követendő. És én erre mondtam azt már számtalanszor, hogy játszunk el a lehetőséggel, hogy mondjuk Orbán Viktor kezdeményezi ezt a bérunós javaslatot. Vagy játszunk el azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk Botka László kezdeményezi ezt a javaslatot. Mit tenne a Jobbik? Támogatnánk. Ez fölötte áll pártoknak. Én megmondom őszintén, nem is értem, hogy nem lehet ezt támogatni. Tehát hogy van bőre az arcán bárkinek ahhoz, hogy azt mondja, hogy ő nem akarja, hogy az Európai Unió úgy működjön, hogy a magyar emberek, a Kelet-Közép-Európában élő emberek tisztességes lehetőségeket kapjanak végre a munkaerőpiacon, tisztességes béreket, hogy ebbe az irányba induljunk el. Hát mit nem lehet ezen támogatni? Ez annyira ócska, annyira aljas és annyira szánalmas politikai kiszerűség, amin azt gondolom, hogy mindenkinek el kell gondolkodnia pártpolitikai hovatartozástól függetlenül. Tehát én ezúton a jelenlévőkön és a médián keresztül is arra kérek mindenkit. Legyen akármelyik pártnak a szimpatizánsa, hogy most ugyan lesznek majd választások is, és ott majd meg kell vívni a különféle pártpolitikai csatákat, de a béruniót azt hagyjuk ki ebből. Én azt szeretném, hogyha nem csak a jobbikosoknak lenne európai bére. Én azt szeretném, hogyha a Fidesz szimpatizánsainak, az MSZP szimpatizánsainak, meg az összes párt szimpatizánsának európai bére lenne. Mert ez egy nemzeti ügy, ez egy sorskérdés. Hogyha ebben nem tudunk összefogni, akkor mibe fogunk? Úgyhogy én arra bátorítok mindenkit magánszemélyként, civil szervezetként, szakszervezetként is, hogy lépjünk át ezen a gáton. Ne hagyjuk, hogy a félelem és a rettegés igazgassa Magyarországot, hogy ezen keresztül manipuláljanak bennünket, hanem álljon ki mindenki mögött a kezdeményezés mögött. Mi nem akarjuk kisajátítani. Bár ahogy elmondtam, nagyon sokat dolgoztunk ezért, a szívünk csücske most ez az egész kezdeményezés, de nem akarjuk kisajátítani. Tartjuk az ászlót bármilyen ellenszéllel szemben, de ha bárki velünk együtt tartani akarja, nyugodtan várjuk és szeretettel várjuk. Ha már említette a Fideszt, a kormány részéről több kritika is érte a kezdeményezést. Az egyik az, hogy a Jobbik szerintük, a Jobbiknak ez a bérunós kezdeményezés csak egy kampányfogás, mivel a Fidesz a kormány folyamatosan emeli a béreket, és nincs szükség bérunióra. Igen, hát akkor kezdjük először azzal, hogy a Fidesznek a béremelése az, arra lehet-e büszke a kormány vagy sem. Ugye a 8 éve kormányoz többségében ugye nagyobb részt kétharmaddal a Fidesz, most már lassan 8 éve, és talán eljutunk jövőre oda, hogy a minimálbér az eléri a létminimum szintjét. Most erre azért ne legyünk büszkék. Erre azért ne legyünk, és nem beszél valahol, mint a hölgy is mondott, hogy a minimál nyugdíj, az pedig ahhoz meg egyáltalán nem nyúltak hozzá, az változatlan összeggel áll ugyanott. Tehát azért erre a fajta bérpolitikára ne legyünk büszkék. Hogy lehet a magyar béreket növelni? Hát a magyar bérek növeléséhez két dologra van szükség, két irányból kell úgymond támadni. Az egyik, az Európai Unióban lévő rendszerhibát, azt meg kell szüntetni. Erről szól a béruniós kezdeményezés, hogy egy olyan Európai Uniós struktúrát, jogrendet, jogalkotási működést, gazdasági működést, kohéziós politikát létrehozni, egy olyan új Európát, ahol Kelet-Közép-Európa megkapja végre a lehetőséget, hogy fölzárkózzon, mert most még a lehetőséget sem kapja meg. Tehát nem azért nem zárkózik fel ez a régió, mert nem lehetne, utalok meg itt az NDK példájára, hanem azért, mert a rendszerbe ez van belekódolva. Van egy határ, egy plafon, ameddig lehet menni, de onnantól tovább nem. Tehát az Európai Uniónak ezt a fajta működési hibáját ki kell javítani. Erről szól a kezdeményezésünk. De ez önmagában nem elég. Ezt is nagyon fontos és szükséges hangsúlyozni. Tehát képzeljük el azt, hogy az Európai Béruniós kezdeményezésünk az sikeres. Megvalósul az Európai Unió igazságossá, szolidárissá és kelet-közép-európai emberek számára is előremutatóvá válik. Ettől még automatikusan nem fog fölzárkózni a bérünk. Tehát van házi feladat is. Magyarországnak is olyan állapotba kell hozni a gazdaságát, hogy ezt a lehetőséget ki tudja majd használni. És amikor például megkérdezik tőlem az országot járva, nagyon sok ilyen utcai fórumot tartok, amit ajánlok egyébként minden más politikus társamnak, politikai vezetőknek, hogy ne csupán válogatott közönség előtt, meg odarendelt önkormányzati dolgozók előtt tartsanak előadásokat, hanem menjenek ki az utcára, hogy azt én is teszem, és bárki, akinek kedve van, odajöhet és fölteheti a kérdését. Van, aki nem is jobbikos, sőt, hát van, aki nem is
hogy mondjam, nem is keresi a kedves szavakat, vagy a kulturált szavakat egy-egy ilyen szituációban, de hát ennek a műfajnak ez az árnyoldala és nehézsége, de mégis ez egy gyönyörű műfaj. És az ilyen jellegű beszélgetésekkor föl szokták tenni azt a kérdést nekem, hogy Vona úr, jó, ez a bérunió, aláírom, de akkor nekem 2018 májusától magasabb lesz a fizetésem? És erre az a válaszom, hogy nem. A bérunió nem arról szól, hogy 2018 májusában magasabb legyen a fizetés, az még egyszer mondom, egy Európa reform, egy Európa terv, hogy elindulassunk ebbe az irányba. De, és akkor itt jön a fontos de, az embereknek 2018 májusától is növekedni fog a bére, és növekednie kell a bérének, nem a bérunós kezdeményezéstől, hanem attól, hogy a Jobbik kormányra kerülve egy csomó dolgot meg fog változtatni. Például a korrupciót föl kell számolni. Nemrég olvastam Magyarországnak az offshore rangsorban, ez egy elég negatív rangsor, az offshore rangsorban való helyéről, helyzetéről. Van egy Tax Justice Network nevű nemzetközi szervezet, amelyik egy egykori offshorozó személynek, aki kiszállt ebből a bizniszből, a vezetésével működik, és hát lényegében nem nagy örömére a különféle háttérhatalmaknak, meg gazdasági érdekcsoportoknak elkezdte az országokat figyelni ebből a szempontból. És hát van egy szomorú hírem, Magyarország nem relatíve, tehát a ország lakosságával arányosan, hanem lényegében számszerűen benne van az első 20-ban, sőt olyan országokat előz meg, mint Ukrajna vagy Kazaksztán. Hát ugye Oroszország az a csúcstartó, de szorosan ott van mögötte Magyarország, és van egy szám, hát nem szorosan, de sajnos elég közel vagyunk, hogy mekkora ez a kitettségünk. Forintba számolva, ő dollárban számol ugye ez az intézet, de forintban számolva 62 ezer milliárd forint Magyarországnak, ez szerint a szervezet szerint becsült offshore vagyona. Ezt, hogy el tudjuk helyezni itt ezeket a 62 ezer milliárdos összegeket, és valami ezt tudjuk viszonyítani, ez a magyar államadóság 2,5-szerese. Tehát, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Már akkor emelkednének a bérek, ugye? Hát nem, hogy a bérek emelkednének, hát Közép-Európa Svájca lehetnénk, hogyha ezt a pénzt valahogy vissza tudnánk hozni Magyarországra. De van még más is. A kis és középvállalkozások számára az Európai Uniós források felhasználását végre észszerűvé és hatékonyá kell tenni. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy ezek a pályázatok elképesztően rosszul hasznosulnak, elképesztően pazarló módon hasznosulnak. És nem csak arról beszélek, hogy korrupció van a pályázatok során, hanem csomó értelmetlen beruházás. Hogyha megnézzük azt, és arról lenne egy felmérés, nekem sajnos nincs ilyen a birtokomban, hogy az Európai Unió csatlakozásunk óta Magyarországra áramló több ezer milliárdnyi forint uniós forrásból hány teremtő munkahelyet tudtunk létrehozni, akkor szerintem egy tragikus számhoz jutnánk hozzá. És egy tragikus adathoz. Szóval ezeken mind-mind változtatni kell, és a Jobbik változtatni is fog. Ja, és még egy dolog, egészen új gazdaságpolitikára van szükség. Az nem gazdaságpolitika, hogy Mészáros Lőrincet hozzájutatom mindenhez, ami ebbe az országban van. Mert ez nem gazdasági teljesítmény. Az a gazdaságpolitika, hogy a tehetséges, szorgalmas és tisztességes magyar vállalkozásoknak adok lehetőséget. Hogy kilépjenek az európai piacra, a világpiacra, hogy a magyar piacra kilépjenek akár. Hát már ez is egy nagy dolog lenne, a magyar piacra ki tudjanak lépni a magyar vállalkozások, ugye? Tehát ez a fajta gazdaságpolitika lenne szükséges, ami nem a korrupció alapján működik. És még egy dolgot hagyd mondjak, ami szerintem a bérek növekedéséhez hozzájárulhat. Ugye Magyarországon nem csak az a probléma, hogy Magyarország átlagkeresett átlagbére távol van a nyugat-európaitól, hanem az is, hogy Magyarországon belül is vannak súlyos különbségek. Ezzel is foglalkozni kell. De ez nem a bérunió dolga, ez a magyar gazdaságpolitika feladata, és jelen pillanatban Magyarországon nincs olyan országfejlesztési térkép, ami kis mikrorégiókra bontaná az országot, és megnézni, hogy hol milyen befektetésre van szükség, hol mit kell tenni. Ma Magyarországon, hogyha uniós forrás érkezik ide az országba, akkor mi alapján osztjuk szét ezt a pénzt? Hogy melyik fideszes képviselő, éppen kormányközeli képviselőnek vannak meg azok a vonalai, meg telefonszámai, meg kellő gátlástalansága, meg korruptsága, ami alapján ezeket a pénzeket szét lehet osztani. Hát ne így működjön már az ország. Legyen egy terv, egy elképzelés, egy vízió, ami alapján Magyarország a saját maga forrásait és az ide érkező uniós forrásokat felhasználja. Na ettől nőne Magyarországon az emberek bére 2018 májusától kezdve. Ma elindul az aláírásgyűjtés. Összesen 1 millió aláírásra van szükség. Hány aláírásra számítanak önök itt Magyarországon? Hát nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, de nyilván minél többre.
A szabály az, a Lisszaboni szerződés azt írja elő, hogy 1 millió aláírás kell az egész Európai Unión belül összegyűjteni, és legalább 7 országban, 7 tagállamban meg kell, hogy legyen egy minimum, egy tagállami minimum, aminek van egy kulcsa. Minden országban az európai parlamenti képviselők száma szorozva 750-nel. Ez nem olyan nagy szám, tehát ezeket a tagállam minimumoknak az elérése az nem egy komoly szám, de összességében 1 millió aláírásnak össze kell gyűlnie az unió területén belül. Ez a minimális elvárásunk, és én azt mondom, hogy legyen minél több. És azért kell, hogy legyen minél több, nem esztétikai szempontból, abból se rossz azért, hogy hány aláírás adunk majd le Brüsszel számára, az is persze esztétikai értéket is magában hordoz, de abban az értelemben fontos, hogy az aláírásoknak a száma az üzenetjellegű. Azt mutatja majd Brüsszel számára, hogy ez a kezdeményezés mekkora társadalmi támogatottságot élvez. És maga ez a kezdeményezés, ez egy eszköz, ez egy tárgy. Én úgy fogalmaznám meg, hogy olyan, mint egy faltörőkos. Ugye egy faltörőkossal önmagában még soha nem törtek be egyetlen kaput sem. Úgy lehet vele betörni a kaput, hogy oda megy jó sok ember, fölemeli, és neki fut a kapunak. És minél többen és minél gyorsabban futnak, annál nagyobb a valószínűsége, hogy sikerrel járnak. De olyat még nem látunk, hogy a faltörőkos egyik reggel fölkel, és akkor neki szalad önmagától. A béruniós kezdeményezés is ilyen. Minél többen állunk föl, minél többen írjuk alá, minél többen állunk mellé, annál könnyebben fogja ezt a kaput, amit Nyugat-Európa, ebben az Európai Uniós működésben körénk font, vagy körénk épített, áttörni. Úgyhogy számokat nem mondanék, nem is jósolnék, legyünk minél többen, ezt kívánom. Volt nemrég egy Facebook bejegyzése, ami elég nagy port kavart a nyugdíjasok kapcsán. Az elmúlt időszakban a kormánypártok arra kérték, hogy kérjen a nyugdíjasoktól bocsánatot. Mit gondol egyébként, a nyugdíjasok aláírják majd ezt a kezdeményezést? Nagyon érdekes, ugye 39 éves vagyok ma, de a politikában már jó ideje benne vagyok. És az elmúlt években ilyen elhatárolódási mizéria volt. Mindig valamilyen akárhová mentem, valami sajtósz, akkor mindig valakitől el kellett határolódni. Most akárhová megyek, valakitől bocsánatot kell kérni. Most úgy látszik, ez az újabb ilyen sajtóizgatás. Én hozzáteszem, hogy ha valami hibát elkövetek, akkor hajlandó vagyok bocsánatot kérni. És már volt is ilyen szituáció, amikor úgy éreztem, hogy hibás voltam, hibás vagyok, és elnézést kell kérnem. Azt is elmondtam többször, hogy ha azon múlik valaminek az előrejutás, hogy én bocsánatot kérek, akkor én bárkitől bocsánatot kérek. És ha már itt vagyunk, akkor én bocsánatot kérek a nyugdíjasoktól is, de a Fidesz nevében. A Fidesz nevében és a Fidesz helyett kérek bocsánatot a nyugdíjasoktól, amiért... És meg is mondom, hogy miért. Mert a nyugdíjasoktól valóban elnézést kell kérni. Elnézést kell kérni, hogy olyan országban élünk és olyan kormányunk van, amely manipulálja őket. Elnézést kell kérnünk, hogy olyan politika van és olyan kormány van ma Magyarországon, aki az idős embereket hamis hírekkel, csúsztatásokkal, hazugságokkal, vagy ha kell, akkor képhamisítással heccelni próbálja. Elnézést kell kérni az idős emberektől azért, mert egymás ellen fordítja őket ez a kormány. Elnézést kell kérni az idős emberektől azért, és szintén a Fidesz nevében és a Fidesz helyett, mert olyan nyugdíjrendszert működtetünk, ami számtalan szempontból igazságtalan. És elnézést kell kérni az idős emberektől azért is, nem csak a Fidesz, hanem az elmúlt 27 év politikai vezetésének a nevében, hogy nagyon sok idős ember él a Magyarországon, aki nem látja a saját unokáját, nem látja a saját gyerekét. Hogy nem tud a nagymama sütit sütni a gyermeknek, hogy nem tudja a nagypapa elvinni, horgászni az unokáját, azért, mert az elmúlt kormányok politikájának, gazdaságpolitikájának köszönhetően a magyar fiatalok menekülnek ebből az országból. Na ezért kell elnézést kérnem nekem is személy szerint a Fidesz nevében és az elmúlt kormányok nevében is helyett, és egyúttal megígérni azt, hogy ez meg fog változni. Hogy 2018-tól nem fogjuk a nyugdíjas embereket manipulálni. Nyugodt, idős kort fogunk a számukra biztosítani anyagi értelemben is és lelki értelemben is. Mert mind a kettőre szükség van. És én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok idős ember, nagyon sok szépkorú ember fogja aláírni ezt a kezdeményezést, már csak azért is, mert ez a jól felfogott érdekük. Egyrészt, ezzel nem mondok semmilyen különleges közgazdasági meglepetést, de a nyugdíjak értéke az a bérek értékének függvénye. Ha magas bérek vannak, és jól keres a társadalom, akkor sok befizetés van, sok járulékot tudnak befizetni az emberek, magas a nyugdíjbevétel is, a nyugdíjkassza bevétele is, ezáltal magasabb nyugdíjakat fog tudni kifizetni Magyarország. De
Tehát ha a bérunió megvalósul, akkor lényegében nyugdíjunió is megvalósul, mert akkor abban a pillanatban a nyugdíjak is föl tudnak zárkózni az európai szintre. Tehát ez a nyugdíjasok érdeke is, hogy sikeres legyen. Másrészt pedig, ha bérunió megvalósul, akkor meg tudjuk állítani az elvándorlást. Illetve haza tudjuk hozni azokat a fiatalokat, azokat az unokákat, akik ma nincsenek itt velünk. Ez is azt gondolom, hogy a nyugdíjas embereknek az érdeke, mert nem csak attól szenvednek az idős emberek, mondom még egyszer Magyarországon, hogy a nyugdíjrendszer sok szempontból igazságtalan, vagy sokan érzik azt, hogy a nyugdíjuk az méltánytalanul alacsony, hanem attól is nagyon sokan szenvednek, hogy a családjukat szerte szakította mindaz, ami ma Magyarországon van. Kiknek az aláírására számítanak még? Hát mindenkiére természetesen, mindenkiére, fiatalére, középkorosztálybelire, idősre, jobboldalira, baloldalira, munkásra, értelmiségire, tehát nem sorolom tovább férfira, nőre, mindenkire, hiszen a bérkérdés mindennel összefügg, ez mindennek az alfája és az omegája. Ha van megfelelő bér, akkor a háztartásoknak megfelelő pénz áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a saját magukat fenntartsák. Ha megfelelő bérek vannak, akkor az államnak megfelelő adóbevétele van arra, hogy a társadalom arrendszereit fenntartsa. A nyugdíjrendszert, az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást, a közlekedést, a közbiztonságot és a többi. És ha van megfelelő bér Magyarországon, akkor a vállalkozások számára megfelelő vásárlóerő is van. Tehát ez a vállalkozásoknak is az érdeke. Tehát nem abból a szempontból kell ehhez a kérdéshez közelíteni, hogy ez a vállalkozásoknak rossz, ha emelkednek a bérek, ez egy nagyon rossz megközelítés. Jelen pillanatban persze rossz. De hogyha Magyarországon a bérek nőnének és a jövedelmek nőnének, az azt jelenteni, hogy a magyar vállalkozások versenyképessége, termelékenysége is javult, képesek ezeket a béreket kitermelni, és a magasabb bérből élő emberek többet tudnak vásárolni a piacon, és végre elkezd forogni a gazdaságban a pénz. Mert így működik a gazdaság. És ma Magyarországon nem forog a pénz, mert nincs. Úgyhogy én azt gondolom, mindenkinek a jól felfogott érdeke, hogy ezt aláírja. 2014-ben az volt a Jobbik szlogánja, hogy ha munka van, minden van, ha nincs munka, nincs semmi. Azóta egyébként megdöbbenésünkre ezt miniszterelnök úrtól többször hallottuk a parlamentben. Ő egyébként, hogy mondjam, ilyen értelemben is gátlástalan, mert olyan szinten tud átvenni Jobbikos szlogeneket póker arccal, hogy elképesztő, de nem baj, vegye át, csak tenne is érte valamit, ugye? Tehát, hogy ő neki mindig, ugye ezt ő maga mondta, hogy ne azt nézzük, hogy mit teszek, hanem azt, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit teszek. Hát ez a baj. Ez a baj. Nagyon sok szép dolgot mond, és nagyon sok csúnya dolgot tesz. Na most azt a mondatot viszont ki kell javítanom, tehát korrigálnom kell, ugyanis a munka önmagában kevés. Ha van munka, akkor minden van, ha nincs munka, akkor nincs semmi, ez így csak féligasság. Ha van a munka mellé tisztességes fizetés, akkor van minden, és ha nincs, akkor nincs semmi. Ma indul az aláírásgyűjtés, itt a sátrak mellett már elkezdték gyűjteni az aláírásokat, milyen módon lehet még csatlakozni ez a kezdeményezéshez? Hát bármilyen módon, és én azt gondolom, hogy mindenkinek a támogatását várjuk lehetőségei szerint. Ugye ebben a kampányban többféle szinten lehet részt venni, akár magánszemélyként, akár civil szervezetként. Az első legalapvetőbb szint, hogy az ember lát egy standot és aláírja ezt az ívet. Ugye ez már önmagában egy nagyon fontos dolog, sőt ez a minimum. De azért ennél még többet is lehet tenni, hogyha valakinek úgy érzi, hogy van fölös energiája, vagy legalábbis úgy érzi, hogy van olyan fontos cél, hogy érdemes erre áldozni az idejéből, a lehetőségeiből. Méghozzá várjuk azokat is, akik magába a kampányba szeretnének segíteni. Hát akár úgy, hogy aláírásokat gyűjtenek ők maguk is. Tehát mi, amit tudunk, megteszünk, de minél többen vagyunk, annál több aláírás lesz. Tehát én arra is bátorítanék mindenkit, aki most itt van, és esetleg mondjuk nem jobbikos tag, vagy nem jobbikos szimpatizáns, és eleve már úgy készül, hogy részt vesz a kampányban, hogy nyugodtan vegyen benne részt. A saját környezetében segítsen minél több emberhez eljutni, minél több embernek az aláírását megszerezni. És még van egy harmadik dolog, amivel lehet segíteni ezt a kampányt, ez pedig az ismeretterjesztés. Ugye én most elmondok egy csomó fontos dolgot. Talán szerénytelen, amit mondok, de azt gondolom, hogy ha valaki engem meghallgatna, vagy Gyöngyösi Mártont, vagy Varga Dammandreát, vagy a többi ezzel kapcsolatos megszólalónkat, akkor mindenki azt mondaná, hogy hát igen, hát nincs, hát ezt támogatni kell, hát ez nem kérdés. De sajnos a média, majd nézzék meg a ma esti híradások nagy részét, nem erről fog szólni. Nem fogják valós módon bemutatni ezt a kezdeményezést. Nem arról fog szólni majd a híradások egy jelentős része sajnos, tisztelet a kivételnek,
hogy mondjuk elmondják, hogy Vona Gábor, Varga Adam Andrea, vagy Gyöngyösi Márton, vagy Z. Kárpád Dániel, vagy Lukács László mit mondott itt ma a Bérunió kapcsán, hanem mindenféle másról. És a Bérunió, ha szóba kerül, mert mondjuk már nem lehet elhallgatni, akkor mindenféle dezinformációk, félinformációk, meg hazugságok hangoznak el. Én arra kérek mindenkit, amit már sokszor kértem a mieinktől, hogy a mi médiánk az emberek. A mi médiánk, amikor valami szájról szájra terjed, szemtől szembe, egymás szemébe nézve, magyar ember módjára elmondjuk a másiknak, hogy ne higgy annak, az nem így van, ne hagyd magad félrevezetni, ne hagyd, hogy manipuláljanak, mert ez az igazság. És ebben nagyon rászorulunk mindenkinek a segítségére, azokéra is, akik most itt vannak velünk, és azokéra is, akik esetleg majd a interneten vagy a televíziókon keresztül hallják, amit mondok. Mindenkinek el kell mondani, hogy miről szól ez a kezdeményezés, mert ez Magyarország számára és Európa számára is, én azt gondolom, az utolsó esély. Az Európai Unió jövője az elkövetkezendő 1-2 évben eldől. Elképesztő súlyos problémák gyötrik ma az Európai Uniót, nem csak a bérek kiegyenlítetlensége, hanem a migráció, a terrorizmus, az euróválsága, az ukrán kérdés, nem sorolom fel az összes problémát. Most már az európai vezetők is érzik, hogy valamit változtatni kell. És nem sokára valami lesz, valamilyen Európai Uniós struktúra ki fog alakulni. Nem engedhetjük meg. Nem engedhetjük meg, hogy megint a fejünk felett döntsenek. Hogy az elitek döntsenek arról, hogy mi lesz Európa jövője. Ugye a politikai unió, meg bankunió, hallunk ilyen szavakat, ezek az eliteknek a vitái. A bérunió, a jövedelemunió, a nyugdíjunió, ezek meg az emberek vitái. És el kell döntenünk, hogy az elitek EU-ját, a felső tízezrek Európai Unióját, vagy az emberek Európai Unióját akarjuk fölépíteni. De ezt nem fogják ingyen adni. És ezért kell minden emberhez eljutnunk, terjesztenünk azt, hogy végre van egy eszköz, végre van egy faltörőkos, amit föl kell emelnünk mindannyian, párthovatartozástól függetlenül. Itt Kelet-Közép-Európában nemzeti hovatartozástól függetlenül, vagy tagállami hovatartozástól függetlenül föl kell emelnünk. Azt a faltörőkost a magyarnak, a románnak, a szlováknak, a lengyelnek, a horvátnak, a bolgárnak, az észnek, a lettnek, a litvánnak közösen együtt kell fölemelnünk, mert ez a probléma összeköt bennünket. És most dől el, és most tudjuk megtenni azt, hogy az Európai Unió az elitek EU-ja helyett az emberek Európai Uniója legyen. Egy szolidáris és igazságos közösség, ahol végre mi is otthon érezhetjük magunkat. Mert ha egy mondatban kell kifejeznem, hogy mi ennek a kezdeményezésnek a célja, akkor azt mondanám, hogy az, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. Hogy mindenki. Ha valaki akar, akkor elmehessen. Tehát nem akarunk senkit kalodába zárni. Ha valaki úgy érzi, hogy ő az ország keleti részéből a nyugati részére, vagy az ország nyugati részéből, vagy keleti részéből nyugatra, vagy északra, vagy délre akar menni, menjen nyugodtan. Ez egy európai vívmány. De ez számára egy szabadság legyen, és ne pedig kényszer. Jelen pillanatban a személyek szabad áramlása, a mi esetünkben, az nem egy szabadságjog. És nem kalandvágy, ahogy a miniszterelnök állítja. Ez egy egzisztenciális kényszer. Akik nyugatra vándorolnak, és nem kevesen, ugye nagyon jól tudjuk, hogy ez több százer ember, ők nem a személyek szabad áramlásának, Európai Uniós elvének, elvével vagy szabadságjogával élve élvezik ki a szabadságukat, hanem menekülnek a hazájukból, menekülnek a szülőföldjükről, egzisztenciális emigránsok. Na ezen kell változtatni, és ezért kell mindenkinek elmondani, hogy végre van egy eszközünk. Mert én hallottam baloldali MSZP-s, meg fideszes politikusokat, hogy híradásokban, vagy média szerepléseik során elmondják ezt a bérunós kezdeményezést mindennek, hogy ez így nem jó, ez úgy nem jó, ez amúgy nem lehet megcsinálni, így nem lehet megcsinálni. Nyafognak. Nyafognak. Meg savanyú a szőlő. Hát mondjanak már ők valamit, egy eszközt. És akkor én esküszöm, hogyha ők mondanak egy életképes eszközt, ami lehet támogatni, akkor mi is támogatni fogjuk. Mi letettünk egyet az asztalra. Mi nem tetszik benne? Ők nem akarják azt, hogy az Európai Unió úgy működjön a jövőben, hogy igazságosan, szolidárisan, hogy a kelet-közép-európai régió is be tudjon kapcsolódni, ne csak a munkába, hanem a munkabérekbe és a munkajövedelmek világába is. Ők ezt nem akarják. Mert lényegében ezt mondják. Ezeket a vitákat is majd meg kell vívni kinek-kinek a baráti körében, munkatársai körében, szomszédaival, mert annyi dezinformáció, meg annyi hazugság lesz, hogy az valami egészen elképesztő. Hál' Istennek odáig már eljutottunk, hogy elhallgatni már a bérunniót nem lehet. Tehát végre ezt a faltörőkost meg tudtuk mutatni. Most ott tartunk, hogy mutogatjuk. Most az volna a feladat, hogy megfogjuk és menjünk neki ennek a falnak.
De és ne úgy menjünk neki a falnak, hogy fölragadjunk, hanem át is törjük. Ugye az aláírások miatt rengeteg adat kerül majd, a személyes adat kerül majd az önök birtokába. Hogy fogják kezelni ezeket az adatokat? Önök is Kubatov listát építenek majd? Ez is mennyire szomorú, nem? Hogy elindul egy Európai Uniós polgári kezdeményezés, és teljesen jogosan fölmerül az bennünk, önökben, magyar emberekben, hogy hát hová kerülnek az én adataim, ugye? Mert ehhez szoktunk hozzá, hogy a Fidesz gépezete, pártigazgatója, az, hát hogy mondjam, saját magát leplezte le egy interjúban annak idején, amikor elmondta, hogy lényegében mindenkinek a politikai hovatartozását címre, lakcímre nézve tudják és kódolják. Most ilyenre természetesen eddig sem, ezután sem, és ennek a kezdeményezésnek a keretei között sem készülünk. Egyrészt szándékunkban sincs, másrészt a szándékunkban lenne sem tudnánk. Ugyanis nagyon szigorú elvek alapján zajlik ez az aláírásgyűjtés. Ugye elektronikusan és írott formában lehet majd az aláírásokat gyűjteni. Ez is fontos és jó is, hogy eszembe jutott, hogy nem csak ívekkel lehet majd aláírni a különféle kitelepült standoknál, hanem aki gondolja, elektronikusan is alá tudja írni a 21. században. De nagyon szigorú adatvédelmi szabályok vannak. Tehát nem csak a magyar hatóságoknak kellett jeleznünk meg minden tagállam adott hatóságának az aláírásgyűjtést, hanem ezt az Európai Bizottsággal végig kellett boxolnunk, hogy mindenféle olyan adatvédelmi jogi normának megfeleljen, amit az Európai Unió előír. Lényegében az Európai Bizottság május 22-én döntött, és azért tudjuk csak most elkezdeni, mert az elmúlt pár hónap az azzal telt, hogy az írott és elektronikus aláírásgyűjtésnek a technikai feltételeit megteremtettük, úgyhogy mindenkit szeretnék megnyugtatni. Nem Kubatov lista készül, hanem a magyar bérek felemelése az készül jelen pillanatban. Térjünk egy kicsit vissza a kritikákhoz. Mind az összes Európai Uniós tagállamban gyűjtik majd az aláírásokat. Sokan azt mondják, hogy a nyugat-európai országoknak nem érdeke az, hogy a kelet-európai országokban is hasonlóak legyenek a bérek. Miért írnák alá akkor a nyugat-európai országok tagjai ezt a kezdeményezést? Hát azt gondolom, hogy erre megint a NDK példát tudom segítségül írni, hiszen ha nyugat ti része az Európai Uniónak megérti, hogy ez nem a mi érdekünk csupán. Nekünk nyilvánvalóan nagyon egyértelmű és nagyon jól kézzelfogható érdekünk, de az övék is. És a német egyesítés kapcsán megértik, hogy ezáltal ők nem gyengébbek, hanem erősebbek lesznek. Ha pedig nem valósul meg, akkor az egész Európai Unió szétesik, akkor azt gondolom, hogy a nyugati részét is érdekelté tudjuk tenni a kezdeményezésnek, mármint az Európai Unió nyugati részét. És ez egyébként nem titkolt szándékunk is, tehát a külügyi csapatunk Gyöngyösi Márton vezetésével már ilyen jellegű tárgyalásokat is folytat nyugati partnerekkel, szakszervezetekkel, akár politikai szervezetekkel, hogy elmagyarázzuk a számukra is, és megértessük velük, és sokszor egyébként nem is kell megértetni velük, hogy ez az ő érdekük is. Ahhoz, hogy ez a kezdeményezés sikeres legyen, egyébként nagyon sok dolog kell, hogy összeálljon. Ugye az egyik, amiről már beszéltünk, hogy minél több aláírásra van szükség. Amit én ide tennék még, bár nem, ugye nem egy pártpolitikai kérdés, de azt gondolom, hogy a kezdeményezés sikerességéhez az is nagyban hozzájárul majd, hogy 2018-ban mi lesz a választások eredménye. Hogy ez a kezdeményezés, amit ellenzékből elkezdtünk, ezt kormányon tudjuk-e folytatni? Nem mindegy. Mert akkor már az Európai Tanács ülésein is meg tudjuk jeleníteni magát a béruniós ügyet. Függ attól, hogy a többi tagállamban hogyan alakul a kezdeményezés, tehát a csatlakozott szövetségeseknél mekkora társadalmi támogatottságot tud szerezni, és függ Brüsszeltől is. Függ Brüsszelnek a hozzáállásától. Tehát azért ez egy nagyon komplex, nagyon nehéz világ. Ugye azt szokták mondani, hogy a bölcsesség az nagyjából abból áll, amikor az ember, amit meg tud változtatni, annak neki gyürkőzik, és megpróbálja megváltoztatni. Amit nem tud megváltoztatni, az annak nem gyürkőzik neki, hanem elfogadja, és a kettő között különbséget tud tenni. Hogy melyik szituáció az melyik. Nagyjából ugye ez a egyesek szerint a bölcsességnek a zanzája. Na most itt nekünk is látnunk, hogy mi az, amin tudunk változtatni, és mi az, amin nem. A brüsszeli hozzáálláson, vagy a többi tagállamnak a hozzáállásán közvetett módon talán tudunk, de közvetlenül nem tudunk változtatni. Ezt nem tudjuk alakítani, az tőlünk kívül áll. De a saját magunk részét, a saját magunk munkáját nekünk kell elvégezni. És ma már talán harmadjára mondom, de vagy bérunióval lesz Európai Unió, vagy nem lesz Európai Unió. Ezt Nyugat-Európának is meg kell értenie. Tehát nem lehet ezt most már teljesen nyíltan fenntartani, ami most zajlik az Európai Unió területén belül,
hogy a kelet-közép-európai régiót kihasználjuk és olcsó munkaerőként tételezzük. És szerintem itt most egy összeesküvés elméletet vagyok kénytelen előhozni, aztán majd mindenki eldönti, hogy van-e benne igazság. Szerintem itt létezik egy ki nem mondott hallgatólagos egyesség a nyugat-európai politikai vezetők és a kelet-közép-európai politikai vezetők között. Abban, ami most van, ennek a fenntartásában, lényegében mindenki félrenéz, félretekint. Kelet-közép-európa vezetői, jelenlegi kormányai félretekintenek, és nem verik az asztalt az Európai Tanács ülésein, hogy nincs felzárkózás, nincs valódi kohézió, bár ez volt az ígéret. Cserében Nyugat-Európa és a nyugat-európai vezetők félrenéznek, amikor az Európai Uniós forrásokat ezek a politikai kabinetek ellopják, szétlopják és a saját magánvagyonaikat gazdagítják vele. Hát talán a jelenlévők hallották már, de mindenhol el kell mondani, hogy megvolt az Európai Unió összödi beszéde, nem is olyan régen, ahol ez az egész telepleződött. Ugye Günther Oettingen úr, akinek a nevét most már érdemes megjegyeznünk, német biztos, az Európai Bizottság német tagja, ráadásul pontosan a pénzügyekért felelős biztos. Egy interjúban megkérdezték Oettingen úrtól, hogy nem kellene Lengyelországot és Magyarországot, ezt két rakoncátlan, szófogadatlan országot megbüntetni, és elvenni tőlük az Európai Uniós forrásokat. Bezárni ezt a csapot, vagy elzárni. És erre jött a válasz Oettingen úrtól, Isten ments. Isten ments. Vegyük már észre, hogy amit mi Németországban befizetünk, és eljut ezekbe az országokba uniós forrásként, ezeknek a pénzeknek a nagy része, az visszaszivárog hozzánk. Hiszen a pályázatokon sok esetben német cégek nyernek, vagy ha nem is német cége, de német termékeket vásárolnak, és ez nekünk lényegében piacot teremt. Az egyik zsebünkből áttesszük a másikba a pénzt. Azt már nem tette hozzá, hogy ami megmarad, azt meg ellopják az ott dolgozó kormányok, ezt már csak én teszem hozzá kiegészítésként, de mondott még egy nagyon fontos mondatot, amit mi már évek óta mondunk, és mindig kinevettek bennünket, de most a német biztos mondja. Azt mondta Oettingen úr, hogy valójában Németország gazdasági értelemben nem is nettó befizetője az Európai Uniónak, hanem nettó kedvezményezettje. Vagyis többet szed be az Európai Uniós tagságából, mint amennyit beletesz. Hoppá! Ugye erre tudom mondani ezt a már elhíresült kifejezést, hogy hoppá! Ezt mi nagyon régóta mondtuk, hogy nem elég azt nézni, hogy mennyit fizetünk be konkrétan az Európai Unióba, és mennyi jön vissza uniós forrásként, mert ez csak a dolgoknak a felszíne, a legmagasabb szintje. A mérétegeket kell megnézni, hogy a gazdaságban mi zajlik. És Oettingen úr elmondta, leleplezte az Európai Unió gazdasági működését, vagyis azt, hogy Németország és azok az országok, amelyeket úgy tartanak számon, hogy ők valójában nagyon sokat áldoznak az Európai Unió működésére, valójában gazdaságilag haszonélvezői. Vagyis igazságtalanul működik ez az Unió. És ezt a nyugati résznek is be kell végre látnia és el kell fogadnia. Gyakori kritika a bérunió kapcsán az, hogy nagyon megemeli a magasabb bér a kis- és középvállalatoknak a terheit, és hogy ezáltal gyakorlatilag a multik malmára hajtja a vizet. Ez egyébként a kormánypártok részéről is gyakori kritika. Hát igen, már egyébként hozzáteszem, hogy már örülök akkor, amikor valami szakmai kritikát hallok. Tehát már ugye általában annyira lapos és annyira tartalmatlan kritikákat kapott eddig a bérunió, ugye ilyen semmit mondó válaszokat, hogy már fölcsillan a szemem, és már örömmel hallom, még akkor is, hogy egyébként hülyeség, amit mond, aki ezt állítja, hogyha de legalább valami szakmai alapja van. Ugyanis ugye, ha belegondolunk, nagyon beszédes, amikor azt mondja bárki, most itt jelen esetben a kormánypárti gazdaságpolitikus, nem tudom, hogy ez gazdaságpolitikus mondta, hogy hát a bérunió megvalósulása az nem jó, mert a kis- és középvállalkozások számára elképesztő terheket jelentene a megemelkedett bérek kifizetése. Ezzel azt mondja ki, amiről beszéltem az elején, hogy el sem olvasta, hogy miről szól ez a kezdeményezés. És abban az értelemben is beszédes, hogy miben tudnak ők gondolkodni csupán? Abban, hogy a magyar KKV-k ezen a szinten maradnak, soha nem lesznek versenyképesek, soha nem lesznek termelékenyebbek, soha nem tudnak kilépni az európai piacra, ők ilyenek maradnak, úgyhogy a béremelésre egyetlen egy lehetőségük van, hogyha megemeljük az ő terheiket. Vagy ők maguk a saját profitjukból többet áldoznak fizetéseket, tehát ők, ha ők rosszul járnak, abban ők nem tudnak gondolkodni, esetleg így halkan megkérdezem, hogy mi lenne, és a béruniós kezdeményezés erről szól, ha a magyar KKV-kat megerősítenünk. Ha a magyar KKV-knak olyan gazdasági teljesítménye lehetne,
ha hozzáadott értékben olyan szinten tudnának fejlődni, ha úgy tudnának kilépni akár a hazai, akár az uniós piacokra, hogy ki tudnák termelni ezeket a béreket. Ugye, egészen más hozzáállás, aki abban gondolkodik, hogy van egy kis tortám, hogy vagdossam föl, hogy minél többeknek jusson egy vékony szelet, vagy a mi hozzáállásunk, hogy süssünk már egy nagyobb tortát végre. Sok az éhes száj. Hát, hogyha sok az éhes száj, akkor nagyobb tortát kell sütni. És az Európai Béruniós kezdeményezés pontosan erről szól, hogy olyan viszonyokat teremteni az Európai Unión belül, ahol a KKV-k fejlődhetnek. És itt megint hagyj utaljak vissza a korábban mondottakra, az elmúlt 13 évben a KKV-k nem tudtak ebből a több ezer milliárdnyi Európai Uniós forrásból profitálni. És itt megint a hallgatólagos félrenézése vagy beleegyezése kell utalnom, mert az OLAF, elvileg ugye az Európai Unió korrupcióellenes hivatala, vizsgál korrupciós ügyeket is, több-kevesebb sikerrel, bár itt is attól tartok, hogy igazán kevés sikerrel Magyarországot tekintve sajnos. De nem csak a korrupció szempontjából kéne ezeket a pályázatokat vizsgálni, hanem hatékonyság szempontjából is. Tehát lehet, ugye talán önök is hallottak arról a Szabolcs megyei uniós beruházásról, ahol a kukoricásnak a közepén épült, nem tudom, 10 kilátó. És ugye a kilátóknak a exkluzivitását az adja, hogy az egyik kilátóban meg tudom nézni a másikat. És erre elment nem tudom mennyi Európai Uniós forrás, egyébként közpénz, ugye? Papíron ez nem korrupció, hiszen volt egy beruházás, megvalósult, megtörtént a teljesítés, és állnak a kilátók. De valójában én ezt nem sokkal tartom jobbnak, mint magát azt, amikor el is lopják konkrétan a pénzt. Ez a pénz ki lett dobva az ablakon. És ezt is vizsgálni kéne, csak erre mondom azt, hogy az Európai Uniót ez már nem érdekli, mert van egy ilyen hallgatólagos megegyezés, sőt, akkor fokozom a saját összeesküvés elméletemet. Lehet, hogy az Európai Unió bizonyos üzleti érdekcsoportjai még örülnek is, hogyha ezek a pénzek Magyarországon a gazdaságban nem hasznosulnak, mert ők nem akarnak konkurenciát. Nem akarják azt, hogy életképes magyar vállalkozások nőjenek ki, és ebben asszisztál hozzájuk a mindenkori magyar kormány. A Fidesz is, meg előtte az MSZP is. És akkor ők csak azt tudják elképzelni, hogy a KKV-knak ennyi jut. Mi nem. Mi hiszünk abban, hogy igenis teremthető olyan magyar gazdaságpolitika, meg egy olyan Európai Uniós kohéziós és gazdaságpolitika, ahol a kelet-közép-európai kis és közepes vállalkozások végre be tudnak kapcsolódni a gazdaság vérkeringésébe. Vagyis nagyobb tortát tudnak sütni. Úgyhogy örülök, hogyha ez felvetődik, de ez pontosan a Bérunió megvalósításának ellene szól, hanem mellette. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt felvetette bárki is volt. További kritikák is megfogalmazódtak a kormánypártok részéről. Kövér László azt mondta, hogy az alacsony magyar bérek versenyelőt jelentenek a magyarok számára a régióban. Dajcs Tamás pedig egyenesen a kommunizmushoz hasonlította ezt a kezdeményezést. Hát vannak a kritikáknak olyan szintjei, vagy olyan szintje, ami már nem kíván kommentárt. Szerintem itt az a ünnepélyes vagy ünneprontó pillanathoz érkeztünk el, hogy ezt már nem kell kommentálnom. Tehát amikor az országgyűlés elnöke azt mondja, hogy az olcsó munkaerő Magyarország versenyelőnyét jelenti, tehát maradjon így, akkor nagyon nagy a baj. Akkor nagyon nagy a baj. És azt gondolom, hogy bárki, aki józan gondolkodásra képes Magyarországon, annak nem kell megmagyaráznom, hogy miért nagy a baj, és miért kell ez ügyben mindenképpen változást eszközölni. Tehát ez tényleg az a szint, amire nehéz is bármi szakmait vagy életképeset mondani, pusztán a megdöbbenés hangja, ami az emberben ilyenkor följön. A béruniós kampány nálunk egybe fog esni a választási kampánnyal. Milyen választási kampányra számít? Ugye már elkezdődött. Hát igen, ezt saját bőrömön érzem, hogy a választási kampány zajlik. És mindig azt szoktuk mondani, minden egyes választási kampány felé közeledve, ami elvileg ugye hivatalosan jövő február-március környékén indulna. Mindig azt szoktuk mondani, hogy, de hát nem így lesz, ez elindult már. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a most soron következő kampány minden idők legdurvább kampánya lesz. Ezt mindig ezt mondtuk az elmúlt 27 évben, és mindig igazunk lett. És most is igazunk lesz. Sajnos azt gondolom, hogy az előzőekhez képest a most következő választási kampány a korábbiakhoz képest is durva lesz. És meg is mondom, hogy miért. Azért, mert az MSZP és a Fidesz kéz a kézben retteg a Jobbiktól. Ugye láthatjuk, hogy a Bérunió... Hát mennyire furcsa, a Bérunió olyan, mint egy tükör. Egyébként mindenki belenéz és meglátja saját magát. Ilyen szempontból is nagyon hasznos, hiszen mi történik a Bérunió kapcsán? A Fidesz meg az MSZP összeálltak, összefogtak és közösen próbálják ezt a nemzetmentő, társadalomerősítő, gazdaságfejlesztő, Európai Uniót megreformáló tervet lesöpörni az asztalról. Közösen, tehát inkább összefognak. És ez azért, gondolkodjunk el most rajta 2017. augusztus 20-án, hogy ezek a pártok, ha kell,
mármint az MSZP és a Fidesz, ha kell, összefognak egymással, csak azért, hogy megállítsák Magyarországon a szebb jövőt. Képesek összefogni. És méghozzá a maguk szempontjából logikus is, hogy miért, hogy a Fidesz az elszámoltatást és a börtönt akarja elkerülni, az MSZP meg a teljes megsemmisülést. Ugye mindkettőnek a Jobbik áll az útjában. És ezért mit csinálnak? Kéz a kézben támadnak nekünk. Kéz a kézben hazudoznak. Ugye az egyik híreket hamisít a Fidesz, forgatja ki a Facebook bejegyzésemet, a másik az MSZP képeket hamisít, talán látták önök is az egyik MSZP-s képviselőt, hogy valami teljesen abszurd képpel hakniszta körbe a médiát. Aztán gyorsan letörölte a Facebook bejegyzését, vagy a, nem tudom, hogy hol volt neki ez a kép föltéve, amikor rájött, hogy hát valójában ez teljesen egy üres járat, vagy egy hamisítvány. De hát ilyen eszközökhöz nyúlnak. A másik pedig, és ez is nagyon fontos, hogy megpróbálják az országot és az önöket, az embereket egy hamis törésvonal mentén benne tartani a 20. századba. Ugye mit mond Orbán Viktor? És mit mond a Fidesz? A 2018-as választások tétje, hogy Orbán Viktor vagy Soros György. E között kell választani. Nincs más. Vagy Orbán vagy Soros. Aki nem Orbán Viktor oldalára áll, az Soros György oldalára állt, mondja Orbán Viktor. Ebben is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért elég szimbolikus az, hogy amikor Orbán Viktor ellenfelet választ, akkor ő már csak Soros Györgyöt képes megtalálni. Tehát úgy gondolja, hogy talán még nála szimpatikusabb tudok lenni. Tehát még ez a szint, amit még megugrok. De már úgy, hogy mondjam, nemesebb vagy jobb ellenfelet már nem nagyon mer vállalni, és vitára meg nem mer kiállni. Még úgy gondolja, hogy Soros Györgyöt talán meg tudom verni, amúgy sem lakik itt, ugye, jó, távol van, meg már idősebb is. Tehát ebben is azért nagyon sok szimbolika van. A másik értelmezés, az MSZP értelmezés, meg hogy vagy Oroszország, vagy az Európai Unió, ugye, ez is egy hamis törésvonal. Mi a valódi törésvonal? Mi az, ami között 2018-ban választanunk kell? Szerintem Magyarország jövőjét alapvetően és hosszú távra fogja meghatározni a 2018-as választás, és aközött kell döntenünk, hogy egy fullasztó országban akarunk élni rögeszmés politikusokkal, vagy egy szabad, élhető országban tisztességes, józan politikusokkal. E között kell döntenünk, hogy rögeszmék irányítsanak-e bennünket, és fulladjunk itt meg ebben az országban, vagy az, hogy végre a józanész irányítsa Magyarországot, és legyen élhető Magyarország. Hogy elinduljon fölfelé, hogy fejlődjön. Hát ebben az értelemben 2018 áprilisáig a Jobbiknak az a feladata, hogy minden kormányváltó embernek a támogatását összegyűjtse. Hogy összetoborozzuk a kormányváltók szövetségét. És leváltsuk ezt a kormányt. Ami nagyon nehéz lesz, nagyon küzdelmes lesz, nagyon harcos, ezt meg fogjuk csinálni. De utána, és ez is nagyon fontos, hogy nekünk nem csak 2018 áprilisáig kell előre látnunk, hanem utána is. Ugye egy választási küzdelem az mindig olyan, mint egy szimbolikus vagy rituális harc, csata. Pártok kimennek a csatatérre és megütköznek, és az soha nem szép. Ahogy mondtam, a választási kampány se lesz szép. Magyarországon az a baj, hogy amikor a csata véget ér, mi nem azért folytatunk választási csatákat, hogy olyan a békét teremtsünk, hanem azért folytatjuk a csatákat, meg a választási küzdelmeket, hogy még jobban tudjuk folytatni a háborút. Tehát a Jobbiknak, miután 2018-ban a kormányváltó szövetség révén megnyerte ezt a csatát, és megnyerte a választást, utána békét kell tudni teremteni ebben az országban. Utána már nem a kormányváltók szövetségét kell képviselnie, hanem minden tisztességes, józan módon gondolkodó, ezt az országot építeni akaró, nyugalomra vágyó embert. Legyen az akár fideszes is. Tehát itt van egy ilyen értelemben egy változás, vagy egy váltás, egy időpont a választások után, ahol mi nem esetünk abba a hibába, abba a bűnbe, én talán megmerem ezt is kockáztatni, amit az eddigi kormányok elkövettek, hogy a választási győzelmet arra használták föl, hogy a másik részét a társadalomnak, vagy a többieket, azokat eltiporják, eltapossák. Hogy egy törzsi háború alakuljon ki Magyarországon. Nekünk a választási győzelem után kell tudnunk lenni annyira nagyvonalúnak, és annyira előrelátónak, hogy mi azt mondjuk, hogy a választási győzelem nekünk nem arra eszköz, hogy akkor most bosszút álljunk mindenkinek, aki a másik oldalon volt, természetesen a felelősök menjenek börtönbe, és őket érje végre elszámoltatás, legyen végre katarzis, de az embereket nem szabad büntetni. Az embereket nem szabad félelemben tartani. És a Jobbiknak arra kell készen állnia, hogy ezt a fajta nyugalmat, ezt a fajta békét, ezt a fajta teremtő légkört Magyarországnak visszaadja. Ez a mi feladatunk, azt gondolom, ez a történelmi küldetése a Jobbiknak, ahogy ezt már számtalanszor mondtuk, hogy ne árkokat ássunk, hanem hidakat építsünk. És a programunk, a Bérunió, aminek a programunknak, aminek a Bérunió az egyik alapvető célkitűzése,
az mindenkinek szól, ahogy erről ma azt gondolom beszélgettünk, minden magyar embernek szól, azt üzeni mindenkinek, hogy egy felemelkedő, felzárkózó, építő, teremtő Magyarországot akarunk. És e között kell választani. E között kell 2018-ban dönteni, és én bízom benne, hogy a józanul gondolkodó, építeni, teremteni akaró, nyugalomra vágyó magyar emberek lesznek többségben.